Jó estét kívánok! Alig egy évvel ezelőtt tették le az albaipari zónában a Katolikus Caritas logisztikai központjának alapkövét, szerdán pedig már át is adták az új csarnokot. Erről lesz szó a mai esti mérlekben, tartsanak velünk! Polcokon sorakozó adományok indulnak útnak, az új központnak köszönhetően mostantól könnyebben jut el a segítség a hátrányos helyzetű családokhoz. Az 1000 négyzetméteres épület egy Európai Uniós pályázat keretében 236 millió forintból alig egy év alatt épült meg. A Katolikus Caritas elnöke a szerdai ünnepélyes átadáson úgy fogalmazott, a segélyezés centruma született meg, mely szélesebb körű és magasabb színvonalú szolgáltatások biztosítását teszi lehetővé. A Caritas nagyon sokrétű munkát végez, amely között olyanok is szerepelnek, amelyekhez annak a magas szintű elvégzéséhez szükség volt erre a logisztikai raktárnak, épületnek a megtervezésére is, kivitelezésére. Az a munka, amit az önkéntesek végeznek a plébániák keretén belül többnyire szépen zajlik. Az, amikor a családokon próbálunk segíteni, önsegélyző akciókat végzünk, hátrányos helyzetű csoportokon próbálunk segíteni, akkor már szükségünk volt arra, hogy vetőmagokat, egyéb anyagokat, építőanyagokat tudjuk megfelelő módon raktározni, és nem messziről kelljen szállítani, mert az lehetetlenné teszi a munkát. És van a Caritasnak egy harmadik területe, amikor katasztrófák helyzetén próbál segíteni. Itt sokféle anyagot kell raktározni, és kell mozgatni, és kell gyorsan eljuttatni egy adott nehéz helyzetbe, és itt minden óra számít. Ezért fontos volt, hogy itt egy a nyugati Dunántúli részen, egy Észak-Kelet-Magyarországon legyen egy ilyen raktár, és épüljön még egy harmadik Pécsett, ami elsősorban az oktatást, a fölkészítés munkáját próbálja segíteni. Az inkább egy oktatási központ, ezek pedig inkább raktározási célt szolgálnak. Úgy gondolom, hogy ez az épület nagyon meg fog felelni ennek, amit az Európai Unió kormányzat segítségével tudtunk most elsősorban munkába állítani és használatba venni. Jelenlegi épület, amiben vagyunk, ez elsősorban Dunántúlt fogja kiszolgálni, és természetesen a szükséges Dunatisza közének egy részét is. Tehát egy olyan részt, aminek a középpontjába el tudjuk helyezni Székesfehérvárt. Azokat fogja segíteni, akik itt a élelmiszer segélyben részesülnek, akik egyéb alkalmakkor például a saját kertjeiknek a rendbetételéhez szükséges anyagokat kapják meg, vagy éppen otthonaik rendbetételéhez kell segítséget nyújtani építőanyagban, festékekben, egyéb olyan eszközökben, amelyekhez ők maguktól nem tudnának hozzájutni. És legfontosabb pedig azt gondolom, hogy mindezek mellett az, hogy ha katasztrófa helyzet van, közel legyenek mindazok az anyagok, amiket itt lehet raktározni, deponálni, és innen viszonylag gyorsan el lehet juttatni egy vészhelyzetben, hogy az emberek minél hamarabb a segítséget hozzáférjenek. Azok, akik bajban vannak, hogyan tudnak önökhöz fordulni? Hát elsősorban az egyházmegyei Caritas központok, azokon keresztül pedig a plébániai Caritas munkatársak azok, akik fölfedezik ezeket az embereket. Tehát a személytől személyig ható, személytől személyig terjedő munka, én úgy gondolom, nagyon fontos. És a Caritas ebben erős. Ott vannak a plébánián, a faluba, ismerik az emberek egymást, és tudják, ki az, aki rászorul a segítségre, aki nem csak elfogadja, hanem tud is élni a segítséggel, tehát nem csak éppen egy pillanatnyi könnyebbséget tudunk neki szerezni, hanem tudjuk az életét egy magasabb színvonalra emelni, tudjuk segíteni őt. Hála Istennek ez a rendszer, ez a vonal jól működik, és nagyon sok emberhez eljutunk így. Nagyon sok család érzi azt, hogy mellettük állunk, számíthat ránk, segíthet ránk, és nagyon sokan megtapasztalják azt, hogy a mi segítségünkkel és az ő munkájukkal közösen együtt tudjuk az otthonukat rendbe tenni, tudjuk a kertjüket rendbe tenni, tudunk elindítani egy
öngondoskodó folyamatot. Soltész Miklós a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte, az országban ez idáig nem volt elegendő számú raktárbázis. Hozzátette, ha a segélyszervezeteknek nincsenek jó minőségű intézményeik, nehezen végeznek karitatív munkát, ezért is kiemelkedő jelentőségű a most megvalósult projekt. Engedjék meg, hogy Szent II. János Pál pápától egy rövid idézetet felolvassak önöknek. Az intézmények igen fontosak, sőt nélkülözhetetlenek. Ugyanakkor önmagában egy intézmény sem pótolhatja az emberi szívet, az emberi együttérzést, az emberi szeretetet, az emberi kezdeményezést, ha másik ember szenvedésével kell szembennézünk. Tehát egyik oldalról van az intézmény, ami nagyon fontos, másik oldalról pedig az emberi szív kezdeményezés, az emberi együttérzés, és hát az emberi szeretet. És ez utóbbit adja 2000 év óta a katolikus egyház, nem csak Magyarországon 1000 éve, világon szerte mindenhol 2000 év óta, és mondhatjuk azt is, hogy ehhez szorosan kapcsolódóan katolikus karitász pedig, mondhatni így is, a legrégebbi magyarországi karitatív szervezetként, és a legkiterjedtebb, jó értelemben vett hálózattal rendelkező karitatív szervezet. Köszönjük szépen Püspök atyának is, mind a katolikus karitást igazgatójának is, természetesen mindenkinek, elnökének, bocsánat, és katolikus karitász igazgatójának, Kécsi atyának, hogy az elmúlt évek során sok-sok változást végre tudtak hajtani a szervezetben, és emellé a szeretet mellé az intézményt is erősítették. Erre is szükség van, és szükség volt. Ugyanezt tették a többi karitatív szervezeteknek a vezető is, munkatársa is, és itt azok a számok, amelyeket elmondott Püspök atya, hogy karitatív szervezetek 9-et sorolunk ide, 4,5 milliárd forintból valósítottak meg intézmény felújításokat, újak építését, és ami talán mondhatni most ezt a építményt illeti, ilyen hasonló léptékű mértékben megépült raktárbázis, egy tucat épült az országban. Hihetetlen nagy hiány volt egyik oldalról, másik oldalról meg hatalmas nagy feladatot fognak ellátni ezek a raktárbázisok. Jó helyszínekre hozták, jó épületeket építettek. Ha nincs jó minőségi intézmény, nincs egyáltalán intézmény, akkor sokkal nehezebb megvalósítani a karitatív munkát. De hogyha nincs szolgáló ember, akár olyan is, aki főállásban, profiként, ha szabad így mondani, végzi a tevékenységét, és ha nincs olyan, aki pedig karitatív munkaként a szabad idejéből sok-sok órát, sok-sok évet áldozva másokra, akkor hiába az intézmény, azok üresek. És ezt szeretném, hogyha továbbadnák mindazoknak, akik ebben a munkában, ebben a szeretetteljes együttműködésben részt vettek mind az elmúlt évek során, mind pedig a jövőben is. Köszönöm nekik is azt a sok-sok fáradozást, szabadidőt, amit felajánlottak. A kettő együttműködik, intézmény és az ember, nyilván legfontosabb az ember. A következő Európai Uniós fejlesztések során továbbra is a karitatív szervezeteknek ilyen irányú igényeit figyelembe vesszük. Úgy tervezik, hogy 5 milliárd forintért fogjuk támogatni a következő időszaknak hasonló célú fejlesztéseit. Ember tervez, Isten végez, de reméljük, hogy jó Isten segíti ezt a munkánkat is. A szervezet 650 millió forint kormányzati támogatással 3 helyszínen egy meglévő épület felújítását, 2 új logisztikai központ építését, valamint fejlesztési, katasztrófavédelmi és szociális célú eszközök, járművek beszerzését valósíthatta meg. Az olyan szervezetek munkájának, mint amilyen a katolikus Caritas, nagyon fontos szerepe van hazánkban a szociális gondoskodás területén. Hitvallása és több évtizedes eredményei alapján a katolikus Caritas fontos szerepet tölt be a humanitárius feladatok ellátásában, például vészhelyzetek esetén is. A magyar kormány számára kifejezetten fontos, hogy a karitatív szervezetek átfogó, komplex, az infrastrukturális hátterüket erősítő támogatásban is részesülhessenek. A katolikus Caritas a közös céljaink megvalósítása érdekében több mint 650 millió forint kormányzati támogatással
olyan beruházást valósított meg, amely új logisztikai és koordinációs központ felépítését, meglévő épület felújítását, fejlesztési, katasztrófavédelmi és szociális célú eszközök és gépjárművek beszerzését, illetve a rászoruló családok igényeit figyelembe vevő szolgáltatások bővítését, illetve adományok és támogatást célzó eszközök megvásárlását is magában foglalta. A beruházás eredményeként létrejött két korszerűsített logisztikai központ, ahol közel 1000 négyzetméteres raktár, segélyelosztó és katasztrófahelyzeti bázis működhet. A központokból hazánk két régiójának, a Közép- és Dél-Dunántúli, illetve az Észak-Magyarországi területek adománykezelése és tárolása is megoldható. A raktárbázisok és eszközparkok bővítésével, a felsőzsolcai, a pécsi és a székesfehérvári ingatlan fejlesztésekkel jelentős mértékben javítjuk a Katolikus Karitász humanitárius tevékenysége ellátásának hatékonyságát, illetve a hátrányos helyzetű csoportok, különös tekintettel a magyar családok reintegrációjának esélyeit. A központ létrejött egy szép összefogás eredménye, ezt már Székesfehérvár polgármestere mondta, aki kiemelte, az egyház, a Karitász, a kormány, az ipari park és a város mind támogató kezet nyújtott a megvalósításhoz. Ez valóban egy örömteli esemény és egy értékválasztás egyértelmű megmutatása. Két ok miatt is azt gondolom, hogy szimbolikus. Egyrészt szimbolikus az összefogás erejét jól mutató rendezvényként és eseményként, hiszen az a produktum, ami épület formájában most itt átadásra kerül, ez egy nagyon szép összefogás eredménye. Ugye el is hangzott magának az egyháznak, a Karitásznak, a kormányzatnak, magának egy ipari parknak, egy városnak és egy közösségnek az összefogása, és ennek eredménye a mai nap. Eredménye az itt folyó munka a szakembereknek, akik a Karitász szervezet rendszerén belül dolgoznak és tevékenykednek, és egy nem könnyű feladatot és szolgálatot vállalnak. És természetesen ennek az összefogásnak elemeit képezik azok a szereplők is, egyénként, civil szervezetként, vagy éppen támogató gazdasági szervezetként, akik a kedvezményezettet támogatással biztosítják. Legyen az kormány, legyen az európai támogatás, vagy legyen az cégektől, magánszemélyektől érkező támogatás is. Őket is ennek az összefogásnak a részének lehet és kell is szerintem tekintenünk. És itt jön a mi miatt azt mondom, hogy van egy második szimbolikus oka is, ami miatt örülhetünk ennek a mai napnak, az pedig maga a hely, hogy hol valósult meg a Karitász logisztikai központja. Egy ipari parkon belül. Azaz szépen szimbolizálja, hogy gazdaság és a szociális támogatási struktúra és rendszer, a gazdaság és a civil szektor az össze tud fogni, együtt tud működni, akár egy helyen is tud működni. És amikor érkeztünk ide, akkor jó első érzés volt látni, hogy ebbe az egy-másfél évbe is, az alapkő letétel óta, hány csarnok nőtt ki itt a földből, ahol zömében gazdasági tevékenységet folytatnak, vagy logisztikai, vagy kifejezetten gyártással összefüggő tevékenységet. És aki ezt az ipari parkot ismeri, az tudja, hogy egy szerves fejlődés eredményeképpen újabb és újabb ütemek népesülnek be, és zömébe KKV-szektorhoz tartozó magyar cégek által. És azért mondom, hogy ez ennek a kis magyar csodának értékválasztások szempontjából is nagyon szimbolikus helye, és jól mutatja, hogy együtt lehet egy olyan tevékenység, ami persze logisztikai tevékenység, ilyen értelemben tehát egyfajta gazdasági alaptevékenység is, ami itt zajlik, de mégiscsak az a cél, ami ebben az épületben megvalósul, az értelemszerűen nem egy gyártó, nem egy termelő, ipari jellegű létesítmény, de nagyon is összefügg, talán szimbolikusan a hely okán is a gazdasággal. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezek a fajta együttműködések is erősödjenek, és legyen ez szép szimbóluma ennek az együttműködésnek ezen ipari parkon belül. A most átadott beruházással az egyház nem csupán fizikai szükségleteket orvosol, hanem karitatív tevékenységével sorsokat ment, közösségeket és családokat erősít. Ez volt már az Esti Mérleg, köszönöm, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra!